tornatermet kap a Kóskároly iskola, még idén elkezdődik az építkezés. Vakáció a Momsportban, úszással és vízilabdával tölthetik a nyarat a gyerekek. 90 éves lett Kovács András, a filmrendezőt Pokorni Zoltán köszöntötte. Zebrát fogadott Örökbe a rendőrség, a Vigyázz rám kampánya biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet. A Budai Híradót látják, 19 órakor jó estét kívánok! Még idén megkezdődhet a Kóskároly általános iskola új tornatermének építése, mondta Pokorni Zoltán polgármester az intézmény évzáróján. A mindennapos testnevelés bevezetése óta a jelenlegi terem kapacitása szűkösnek bizonyult, ezért van szükség a bővítésre. Az új tornaterem megépítésének mintegy félmilliárdos költségét az állam biztosítja. Pihenhet a leckefüzet, nem köt már a tanulás. Elérkezett a nap, amit a Kóskároly általános iskolában is sok diák várt. Hivatalosan is elkezdődött a csaknem 3 hónapig tartó vakáció. Az intézményben közös évzáróval búcsúztak az idei tanévtől. Amikor elkészül ez az új tornacsarnok, akkor büszkék leszünk rá, és majd büszkén elmondhatjuk, hogy egy Bőti Mária építményben tanultunk, idejárhattunk. Pokorni Zoltán polgármester a tanévzáró jelentette be, még idén megkezdődhet az intézmény új tornatermének megépítése. A kóskároly tervei alapján épült iskola a műemlékvédelem alatt áll, ezért az épülethez már nem lehet egy másik részt hozzáilleszteni. Így a földfelszín alatt csaknem 3 emelet mélyen alakítják ki az új, mintegy 8 méteres belmagasságú csarnokot. A létesítmény lehetőséget ad majd arra, hogy egyszerre 2 osztály is használja. Egy műemlék környezetben nagyon gondosan kell eljárni. A kormány állja a számlát, ez most májusban született egy kormányhatározat, ki sem merem mondani, több mint 1,5 milliárd forintba kerül ez az építkezés, hiszen majdnem olyan technikákkal kell dolgozni, mint egy metróállomáson. Rincsfalazással stabilizáljuk a régi épületet, és egyből közvetlenül a régi alapok mellé kerül az új betonfal. Nem az önkormányzat a kivitelező, hanem a Nemzeti Sportközpont. Mi felügyeljük a munkát, hiszen a mi tulajdonunkba kerül majd ez az épületrész, és mi fogjuk üzemeltetni. Pokorni Zoltán elmondta, a Kóskároly iskola tornacsarnokának építését újabb fejlesztések követhetik majd. A mindennapos testnevelést itt a kerületben jóval hamarabb elindítottuk, az országban talán 2. vagy 3. Ennek köszönhető, itt tegyük most itt idézőjelbe ezt a szót, hogy azok a problémák, amik a 3 évvel ezelőtt indult országos program, mindennapos testnevelés program miatt, az ország nagy részében csak néhány év múlva jelenik majd meg. Tűnik, hogy elfogytak a teremkapacitások, nem lehet már hová bővíteni a termeket, a pályákat. Az itt a kerületben már most bekövetkezett. Ezért az már idén is, következő években is folyamatosan tornatermek bővítése, építése, szabadtéri pályák, futókörök építésére lesz szükség. A Kóskároly általános iskola új tornatermének építése 1,5 évig tarthat. A gyerekek várhatóan 2016 végén vehetik birtokba a termet. A tanév végével beköszönt a nyári táborok időszaka. Idén az eddigiekhez képest is több fajta táborból tudnak választani a családok, legyen szó akár sporttal, művészettel vagy nyelvtanulással kapcsolatos tevékenységekről. A táborok árai a tavalyi évhez képest nem emelkedtek. Úszni tanulnak a gyerekek a Momsport úszodájában. Itt vízilabda, úszó és szinkronúszó táborok közül választhatnak. Június 15-től 5 napos turnusokban várják az érdeklődőket. A csoportokat előzetes úszás felmérés alapján állítják össze az oktatók. Szerintük 3-4 nap alatt már jelentős fejlődést lehet elérni. A gyerekek azonban nem csak a vízben töltik a napjaikat, számolt be Buranics Ildikó, a Momsport vezetője. 8 óra körül megérkeznek a gyerekek, 9-kor reggeliznek, utána nyilván telepocakkal azonnal nem lehet menni úszni, egy kicsit később van a délelőtti úszás, közben szabad foglalkozás, rengeteg játékkal, 12 és 1 óra körül ebédelnek, utána van a csendes pihenő, és amikor egy kicsit leüllepedett az étel, akkor van egy kis bemelegítés, és utána kezdenek el a gyerekek úszni, 4 óra körül jönnek értük a szülők. Sok gyerek, aki tavaly eljött a táborba, idén is újra jelentkezett, jó közösség alakult ki, tette hozzá Buranics Ildikó. A tábor augusztus végéig tart, és folyamatosan lehet jelentkezni.
A táborfigyelő.hu adatai szerint a jelentkezések alapján idén a kalandtáborok a legnépszerűbbek, ezt követik a sport, kézműves, majd a nyelvi táborok. Tóth Béla, a weboldal ügyvezetője elmondta, idén megnőtt a kereset az úgynevezett extrém táborok iránt is. Ilyen például a rúdtánc tábor, a katonai vagy lövésztábor, de akár paleo életmódtáborba is beirathatja gyermekét a szülő. Az árak tekintetében is széles a választék. Napkövés tábor esetében, amikor ugye reggel viszem egy gyermeket és délután hozom el, nagyjából 18-20 ezer forintos átlag ár az, amivel számolhatnak a szülők. Módtalvos táborok esetében ez az átlag 30-35 ezer forint per hét. Azt tudni kell, hogy mindkét átlag és mindkét típus esetében a táborok árai óriási szórást mutatnak, szóval a táborfigyelőn van 10 ezer forintos ottalvos tábor, de 250 ezer forintos ottalvos szuperintenzív angol tábor is, úgyhogy érdemes mindenképpen megnézni, és ha tehetjük, akkor ne csak az ára alapján döntsenek a szülők, hanem inkább árérték alapján. Érdemes tájékozódni a táborok részletes programjáról, hogy a gyerekek egész idő alatt valamilyen érdekes tevékenységben vehessenek részt. A különleges kívánságokról érdemes előre egyeztetni a táborok vezetőivel. Emelkedtek az átlagkeresetek. A KSH adatai szerint áprilisban 3,6%-kal nőttek az átlagbérek az egy évvel korábbiakhoz képest. A közfoglalkoztatottak nélkül számítva 2,6%-os volt a növekedés. Az emelkedést főleg a minimálbérre, a garantált bérminimumra vonatkozó éves megállapodás, a közfoglalkoztatottak létszáma és a szociális területen dolgozók bérkorrekciójának hatása okozta. A havi bruttó átlagkeresetek értéke közel 250 ezer forint volt. Kovács András Kossuth díjas filmrendező a napokban ünnepli 90. születésnapját. A szépkorú személyeknek járó jubileumi juttatást és a Hegyvidéki Önkormányzat ajándékát Pokorni Zoltán polgármester adta át a művésznek, aki a magyar filmtörténet egyik meghatározó alakja. 1955 óta él a 12. kerületben Kovács András Kossuth díjas és kétszeres Balázs Béla díjas filmrendező, a magyar filmkészítés nagy generációjának tagja. Legismertebb filmje az 1942-es újvidéki vérengzést feldolgozó Hideg napok, ami a Karlovy Vary Filmfesztivál fődíját is elnyerte 1966-ban. A most 90 éves alkotó már régóta nem rendez, de mint mondta, most is sokat foglalkozik filmekkel. Rengeteget olvassuk, de csak Kovácsot, mert részbe írom a Szerencse fia című önéletírásomat, annak már a vége felé járok. Van három forgatókönyvem, amit bármikor leforgathatnék. A szépkorú rendezőt Pokorni Zoltán polgármester személyesen köszöntötte fel otthonában születésnapján. Mint mondta, igyekeznek minél több figyelmet szentelni a kerületben élő időseknek, akik köz sok kiváló művész, sportoló és tudományos szakember található. Itt egyre több idős ember, 80-90 éves polgártársunk lesz majd. Erre föl kell készülnünk. A közlekedéssel, a járdák kialakításával, a szolgáltatások megtervezésével. Azzal, hogy hogyan lehet méltó módon otthon megöregedni, hogy ne szoruljunk rá szakszemélyzetre, pláne ne otthonok szolgáltatására. Ezen dolgozunk, hogy ezt a programot a lehető legjobban, legokosabban kitaláljuk. Ennek inkább csak jelképe az, hogy megbecsüljük a születésnapján, a kerekéfordulón az idős embereket. A Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője Szokoli Erzsébet elmondta, a 90-95, 100 és 100 év feletti időseket ünnepélyesen köszöntik a kerek születésnapok alkalmából. Egy állami rendeletnek köszönhetően a kormány küld egy üdvözlő oklevelet, illetve a 90 éveseknek 90 ezer forint, 95 éveseknek 95 ezer forint, illetve a 100 éveseknek 100 ezer forint az, ami az előre egyeztetett számlára érkezik, vagy postán kiküldésre kerül. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a kapcsolat meg legyen az idősekkel, és az idei évtől az intézményünk, a Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ vállalta fel, hogy mind a 90, mind a 95 éveseket is köszönti. Szokoli Erzsébet hozzátette, a hegyvidéken élő 90-95 év közöttiek száma 800-ra tehető, 95 felett 200-an, 100 év felett pedig 45-en élnek itt.
Megérkezett Budapestre az első csuklós trolibusz. Valamennyi jármű légkondicionált lesz, a csuklós 104 főt tud majd szállítani. Az új trolibuszok akkumulátoros rendszerüknek köszönhetően 4 kilométert is képesek külső áramellátás, vagyis felső vezeték nélkül megtenni, ezért egy esetleges áramkimaradás sem okozhat gondot. A trolik a belvárosi és zuglói vonalakon állnak majd forgalomba. A csuklós járművek mellett 20 darab szóló jármű is érkezik Budapestre. Örökbe fogadtak egy zebrát a rendőrök a fővárosi állatkertben. A Vigyázz rám kampány részeként ezzel az akcióval is arra szeretnék felhívni a közlekedők figyelmét, hogy vigyázzanak a gyalogosokra. Az akció fontosságát jelzi, hogy a balesetben meghalt személyek közel egy negyede gyalogos. Összesen 2499 baleset és 152 halálos áldozat. Az adatok alapján 2014-ben ennyi gyalogost ért közlekedési baleset. A rendőrség a baleset megelőzések részeként igyekszik megvédeni a legsérülékenyebb közlekedőket. A Vigyázz rám program keretében az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottsága egy zebracsikót fogadott örökbe a fővárosi állatkertben. Az örökbefogadásról szóló oklevelet Kis Csaba rendőralezredes vette át. Az állatkerti akcióval a gyalogosok által okozott vagy elszenvedett közúti közlekedési balesetek számát szeretnék csökkenteni. Az összes gyalogos elütésnek egyharmada kijelölt gyalog átkelőjén következik be, amikor a gyalogos ugye egy elsőbségi helyzetet élvez, tehát ott a járművezetők vélhetően nem olyan sebességgel közelítik meg a gyalog átkelőjét, ahogy az a jogszabályban le van írva, tehát nem tartják be ezt a szabályt. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen jellegű baleset megelőzhető lenne. És az a mai akciónknak is a célja az, hogy a médián keresztül felhívjuk a közlekedők figyelmét arra, hogy milyen fontos az egymásra figyelés, a tolerancia a közlekedésben, és főleg a védtelenebb közlekedők, a gyalogosok, kerékpárosoknak a még jobban odafigyelése nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy megelőzzük a baleseteket. Kis Csaba hozzátette, a Vigyázz rám baleset megelőzési kampány egész évben folytatódik. Nem véletlen, hogy a rendőrök választása épp egy zebrára esett, hiszen a köznyelv így nevezi a kijelölt gyalogátkelő helyeket. Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője elmondta, örülnek neki, hogy a rendőrség egy jó cél érdekében jelképesen örökbe fogadta Rozikát. Egy szavazás eredményeként lett ez a név, és a Rozi név különböző kiejtéssel, különböző írásmóddal nagyon sok nyelvben jelen van. Történetesen a Suaheliben, amit Kelet-Afrikában beszélnek, ugyanezzel az írásmóddal, mint ahogy magyarul is írjuk, hogy Rozi, úgyhogy az afrikai névként is használatos. Egyébként idén januárban, január 3-áról 4-ére Viradó Északa született, úgyhogy az idei esztendőben ő volt a legelső újszülött itt a budapesti állatkertben, és hát a megszületés azért is nagy öröm volt a számunkra, mert 10 éve nem született zebracsikó itt Budapesten, tehát egy 10 éves szünet után sikerült újra ezt a fajt szaporítani. A szóvivő elmondta, nem ez az első alkalom, hogy a rendőrség és az állatkert együttműködik egymással. Azért évtizedekkel ezelőtt itt előfordult, itt a piros hol a pirostól kezdve különböző zsebtolvajlások, és hát most már évtizedek óta ennek nincsen nyoma az állatkertben, éppen a rendőrséggel való együttműködés jó voltából is. De ezzel együtt más típusú együttműködés volt, például amikor elefánt szállításra került sor, akkor a rendőrség abban is segített, hogy rendőri felvezetéssel lehessen a városon keresztül szállítani az elefántokat, tényleg olyan módon, mintha csak egy államfő érkezett volna. A fővárosi állatkertben a 90-es évek elej óta van lehetőség az állatok jelképes örökbefogadására, amivel közhasznú célokat is lehet támogatni. A nevelőszülői közösségnek ma már több ezer tagja van. Országszerte több mint 300 múzeum, levéltár és könyvtár kapuja nyílnak ki szombaton éjjel a múzeumok éjszakáján. Budapesten több mint 120 intézmény csatlakozott a programhoz. A Bajor Gizi Színész Múzeumban hallhatók először részletek a Szépek ideje című musicalből, amelyet Nyitrai László és Galambos Attila írtak Führer Nikónak. A Nemzeti Galéria programjai pedig a magyar kreatívokat és a kreatív magyarokat állítja a középpontba. Híradónkat az interneten is megnézhetik a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!